25. alkalommal rendezték meg az általános és középiskolások helytörténeti vetélkedőjét, melynek ezúttal az újpesti Károlyi István általános iskola és gimnázium adott otthont. Az idei vetélkedőre, melynek témája az első világháború volt, 5 középiskola jelentkezett. Az újpesti Babits Mihály gimnázium, a Benkő István református általános iskola és gimnázium, a Kanizsai Dorottya katolikus gimnázium, egészségügyi szakközépiskola és szakgimnázium, az újpesti Könyves Kálmán gimnázium és a budapesti műszaki szakképzési centrum újpesti két tanítási nyelvű műszaki szakgimnáziuma és szakközépiskolája. A versenyzők teljesítményét szakmai zsűri értékelte. Tamás Ilona, az Észak-Budapest tankerületi központ igazgatója, dr. Kovács Ivánné, az Újpesti Városvédő Egyesület tiszteletbeli elnöke, Rojko Anna Mária, az újpesti helytörténeti értesítő szerkesztője, Szőlősi Marian, a Nógrádi László helytörténeti gyűjtemény muzeológusa, és Iványi János, a helytörténeti alapítvány kuratóriumának elnöke, aki a zsűri elnöki tisztét is betöltötte. A vetélkedő feladatai között szerepel többek közt egy katona elképzelt levele szeretteinek, korabeli haditudósítás alapján, egy hiányos szövegű egérráktalevél tartalmi rekonstrukciója, illetve egy 3 perces film elkészítése az első világháborús újpesti emlékhelyekről. Az idei verseny különlegessége volt, hogy a Hadtörténeti Intézet munkatársai előadást és bemutatót tartottak korabeli egyenruhákról, fegyverekről, harci eszközökről. Biztos, hogy 25 éve, mikor az akkori értelmiségi klub, most közművelődési kör vezetősége Kadlecó és Gézával kigondolták, hogy kellene egy honismereti vetélkedő, nem gondolták alig, hanem hogy ez 25 évet megél majd, és azt sem gondolták, hogy a jubileumi talán majd egybeesik a nagy háború lezárásának 100. évfordulójával. Készültünk lelkesen, és annak örültünk, hogy az újpesti középiskolák is azonnal igent mondtak a felkérésre. A nemes versenyt ezúttal a Benkő István református iskola nyerte, második a Babits gimnázium, harmadik pedig a Könyves Kálmán gimnázium csapata lett. Az értékes nyereményeket és okleveleket dr. Molnár Szabolcs alpolgármester adta át. Helyi Érték című műsorunkban részletes anyagot láthatnak a vetélkedőről.